A borvirág elnevezésű virágkötészeti verseny különlegességét egyrészt a tematikája, a szüret, a bor és az őszi termés, másrészt pedig az elkészült versenymunkák kiállításának a helyszíne a Villányi Teleki Agrár Szakképzőiskola tanpincéje adta. A versenyre a házigazdákon kívül Nyíregyházáról, Győrből, Szombathelyről, Budapestről, Kecskemétről, Bajáról és Szentesről érkeztek három fős csapatok. Három kategória volt. Az egyik kategóriában asztaldíszt kellett készíteni, a másikban boros palackot kellett díszíteni, a harmadikban pedig egy térkompozíciót kellett összehoznunk, és igazából jó eredményeket értünk el. Személyem szerint az asztaldísz volt nekem a legnehezebb, mivel azzal kicsit elakadtam, de úgy... Hát szerintem jól sikerült, annak ellenére. A legtöbb egyéni helyezést a budapesti tanulók érték el, akik az összetett csapatversenyt is megnyerték. Nehéz volt a verseny, de nagyon jó csapatom volt, nagyon jó csapat állt mögöttem, és nem gondoltuk volna, hogy ennyi serleggel megyünk haza, de hát iszonyatos a felkészítő tanárunk is nagyon-nagyon sokat segített, úgyhogy hihetetlen. A legnehezebb a térkompozíció volt, életünk első térkompozíció. Ilyet még nem csináltunk. A legkönnyebb meg szerintem az asztaldísz volt. Abban már jártasak voltunk. A díjakat mások mellett Bogdán Boglárka, agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár adta át, aki megköszönte a Villányi iskolának, hogy színes és tartalmas szakmai programot nyújtott a tanulóknak. Magas színvonalú szakképzéshez hozzátartozik az állandó tapasztalatszerzés, és azt gondolom, hogy minden verseny egyben élmény, közösségi élmény is a gyerekeknek, és ezzel mind több lesz, mint hogyha csak az iskolába folytatnák a tanulmányaikat. Nagyon tetszett, és gyönyörűen megjelentették az őszt számunkra, és azt gondolom, hogy ebbe az időszakba tényleg a virágok egyben gyógyító szerepet is betöltenek, és mindenki számára a reményt sugallják. Úgyhogy nagyon nagy jelentősége van minden ilyen virágkötő versenynek, hiszen a jövő szakemberei mutathatják itt meg tehetségüket. A helyi agrár szakképzőiskola élete hosszú évek óta szorosan összefonódik Villány életével. Ezért fontosnak tartotta az intézmény vezetése egy olyan program létrehozását, mely szervesen kapcsolódhat a Villányi Vörösbor Napok rendezvénysorozathoz. Meg vagyok elégedve, hiszen azt el kell mondani, hogy ők nem kimondottan virágkötészetet, hanem ők kertésztanulóként szakkör formájában tanulják a virágkötészetet, úgyhogy nagyon szép eredményeket értek el. A törvényi változások miatt ugye kertésztechnikusok tanulhatják ezután a virágkötészetet, de az iskola fennállása óta folyamatosan képzünk kertészeket, illetve disznövénytermesztőket, virágkötőket, úgyhogy próbáljuk ugye a diákokat e felé orientálni, és kettő évente rendezzük meg ezt a versenyt, és hát nagyon nagy öröm volt, hogy ennyien elfogadták. És bízunk benne, hogy ezután is így fog történni, hiszen itt az iskolának a profilja a kertészet és a borászat, és így tudtuk a fesztivál alatt összehozni a bort és a virágot. A díjátadóról senki sem ment el üres kézzel, mind a 27 tanuló és felkészítő tanáraik is ajándékot kaptak, valamint villányi vállalkozók is jutalmaztak egy-egy versenyzőt.